Venezuela foggal körömmel a hatalomhoz ragaszkodó elnöke elutasította több európai uniós ország ultimátumát, hogy vasárnap estig írjon ki előrehozott elnökválasztást. Nicolás Maduro megfenyegette Donald Trumpot is. Ha az Egyesült Államok folytatja a megdöntésére szőtt imperialista összeesküvést, akkor véresen hagyja el a Fehérházat. Nem fogadunk el senkitől semmiféle ultimátumot. Ez olyan, mint én azt mondanám az Európai Uniónak, hogy 7 napon belül ismeri el a katalán köztársaságot, és ha nem, akkor intézkedünk. A nemzetközi politika nem alapozhat ultimátumokra, ez már nem a birodalmak és a kolóniák kora, fogalmazott egy interjúban az elnök. A kérdésre, hogy szerintem ekkora eséllyel fordulhat polgárháborúba a venezuelai válság, Maduro úgy válaszolt, már fegyverkeznek az emberek. Szakmai, intézményi és alkotmányos szempontból már fegyveresnek is számítanak. Van egy régi mondás, ha békét akarsz, készülj a háborúra. Én ezt inkább úgy mondanám, ha békét akarsz, készülj fel arra, hogy megvéd. Megvédjük a békéhez való jogunkat, jelentette ki. Juan Guaidó, az ellenzéki többségű parlament elnöke 2 hete eskedte fel magát ideglenes elnöknek. A politikust az Egyesült Államok, a legtöbb latin-amerikai ország és európai ország elismerte átmeneti vezetőnek. Az amerikai nemzetbiztonsági tanácsadó John Bolton azt twittelte, megtették az előkészületeket, hogy humanitárius segélyt küldjenek a venezuelai népnek. Maduro nemzetközi összeesküvéssel és puccskísérlettel vádolja Guaidót, az amerikai támogatás pedig egy katonai intervenció álcájának nevezte, ezért visszautasította.